Sziasztok, hosszabb távú kereskedés befektetés kezdődnek, mint azt ígértem, már reggel is. Ne felejtjétek el, hogy nem csak a daytraderek és scalperek 70-80%-a veszít a tőzsdén, hanem hosszabb távú kereskedőknek is. Jelenleg ez az adat 78%. Véleményem szerint nem ma jött el az a pillanat, amikor részvényeket kell vásárolni, de ez nem befektetési tanács. Viszont talán érdemes odaülni a csártokhoz, ha nem is befektetési döntés meghozás véget, mert lehet, hogy egy tartós eső trendben vagyunk benne, de ez sem befektetési tanács, mert hogy holnap este Fed FOMC van, illetve Béskönyv, ha jól sejtem, ezt erősítsétek meg, vagy cáfoljátok a chatablakban, akik nézegetik a híreket, aminél még inkább kiemelhető, hogy szerintem akkor még több mint a tőzsdézők 3/4-re veszít, ugyanis csapkodó piacra lehet számítani. Ha az esőtrend fönnmarad, vagy a korrekciós fázis komolyabb méretű esés bevált, akkor még egy darabig nem lesz idő. Nem lesz itt az ideje a részvényvásárlásnak, de ez jó hír azok kedvéért, akiknek van pénzük, tartalékolják, és majd egyszer gondolják, hogy valamilyen banknál, broker cégnél, vagy pedig befektetési alapnál fiatatják. Ettől függetlenül az is lehet, hogy holnap olyan események történnek, hogy akár a mainál jelenlegi árfolyamoknál is drágább szinteken is érdemes néhány papírba bevásárolni. De mint azt láttátok az elmúlt hetek, hónapok webináriumain, a beszállók, mélyebb beszállók azok jóval korábban voltak, és ezeknek nagy részét parciálisan vagy teljes egészében már lezárogattuk, ami nem azt jelenti, hogy nem megy tovább. Kedvezőtlen esetben, hogy nem az jön be, hogy korrekció lesz, akkor drágábban fogunk is részvényeket vásárolni, amúgy pedig talán várjuk, hogy legyenek lentebb jó beszállók. De ez nem befektetési tanács, ezzel nem azt mondtam, hogy shortolni kell, de olykor-olykor már én is rányomtam néha a sell, azaz az eladás gombra. Ezt azoknak mondtam, akik kezdők és most vannak itt először, jelezze valaki, hogyha kezdő legyen szíves, hogy inkább demózatok, gyakoroljatok, várjátok meg a nyár végét, a szeptember-októbert, és ráértek tőzsdézni. Ettől függetlenül, hogyha holnap után valamelyik részvény kilő, akkor hát ezt én nem tudom megmondani előre, nézegessétek a csártokat. Aki részvényekkel kereskedik, az nem feltétlenül tőkeáttétel kereskedik, azok inkább a részvény CFD-sek, és én úgy gondolom, hogy talán jó dolog az, hogyha befektetési tanácsadókkal konzultáltok, bár igazából szerintem ők sem tudnak sokkal többet, mint mi, mármint egyszerű emberek, akik a csártokat nézik. A kockázati részt feltártam, és én úgy gondolom, hogy ugorhatunk a csártokhoz. Nézzük is meg gyorsan, nem ezt, hanem a másik számlát, de akár ezen a számlán is megnézhetjük a rövid távú kereskedők kedvére, miket trédelgettünk így napközben. Először is akkor megnézem, mi a helyzet 15 perces NASDAQ-on. Aki látta a tőzsdenyítás körüli webináriumot, ott jeleztem, hogy bármely furcsa itt egy válfejvállalakzat van, amiből jött is egy darabig az esés, és aztán meglátjuk, hogy ez itt megállt-e ennél a falstetörésnél, vagy nem. Volt egy-két tréd, ami aránylag jól el volt helyezve. Nézzünk egy párat. Mondjuk egy csupaszabb csárton. Ez sem csupasz, de mindegy, majd nyitok egy másikat. Például a DAX esőtrend vonal. Ezeket, aki elkezd vadul kötni, az mindig írja vissza kisebb lotokra. Esőtrend vonal törés. Hát ugye kereskedési hibákat is szoktam mutogatni, mi azt jelenti, hogy nagy lot méret, tag stop, vagy nincs stop. Ma nem a kereskedési hibákat mutogatunk. Az már meg volt talán reggel is. Trendvonal törésnél ugye egy 1 perces csárton is, vagy akár egy órás, 4 órás napi csárton is akadnak belépők. Ezeket aránylag jó időben zárogattam. Amikor egy emelkedő trendvonal sérül, ezt csak azok kedvéért mutatom, esetleg egy válfejvállalakzattal párhuzamosan, vigyázni kell, hogy már a dupla aljak is elmaradhatnak, azaz, ha a dupla alj két alját összekötnéd egy vonallal, ha az alá esik az árfolyam, akkor bizony a long pozíciókat célszerű zárni.
jelenleg most itt tartunk. Mielőtt nagyon-nagyon belemélyednénk ebbe a dologba, nyitok egy új csártot, és a hosszabb távú befektetéseknél jelzem, mint ahogy jeleztem is már többször, hogy nincs itt az ideje az aranyvásárlásnak sem. Ez itt egy 4 órás időség, egyértelműen eső trend, de hogyha ez 10 másodperc van, vagy 1 óra, vagy holnap után megváltozik, esetleg a fent hír alatt, akkor tévedni emberi dolog. Az alját úgy sem találjuk el szinte soha. Amíg az esőtrendben alatt vagyunk, addig bizony az arany sem fénylik annyira. Egyébként közelítjük a múltkori alját. Kérdés, hogy leszúr-e idáig, vagy nem. 4 órás helyett napi időség. Már emlékeim szerint itt jeleztem, nem túl bölcs összefüggés, hogy ez itt egy dupla top. Talán célszerű. Ott a trend van a törésnél adni az aranyat, de ezen támasz van a környéke, akár dupla aljat is eredményezhet, vagy folytatódhat az esés. Azt gondolom, hogy most, ha nincs aranyunk, akkor nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül ma kell megnyomni itt a vételgombot. Akinek meg innen van az aranya, az pedig eldönti, hogy a támaszvonal neki mennyire fontos, hogyha elesik, akkor följebb húzza a stopját, vagy kitartja az aranyat. Akár hetekig, hónapokig. De lehet, hogy a támasz megfogja, és innentől kezdve ismét lesz egy remek lehetőség aranyba fektetni. Ezt nem tudjuk. Ezzel párhuzamosan most nem beszélnék énekről, hogy Bitcoin, Ethereum és társai. Szerintem, amíg ebben a sávban vagyunk benne, szintén nincs itt a vételek ideje. Most nyilván az, aki azt várta, megmondjam, mit kell venni, most csalódott, de egyelőre szerintem, de hogyha más véleményedek van, írjátok a csatablakba, nem kell most részvényeket vásárolni. Ez egy magánvélemény, ez holnap változhat, szeptemberben, októberben, decemberben, januárban változhat, ennek az idejét én nem tudom megmondani előre, viszont trendvonalakat fogunk rajzolgatni addig is, amíg ezen véleményt akár megváltoztatjuk, persze a tévedés jogát fenntartva, anélkül, hogy befektetési tanácsokat osztogatnánk. Nézzük meg azt, hogy a fenti instrumentumok közül, amiket trédeltem, illetve számot történet, itt, amikor M15-ös időségre húzom, mi lehetett a vétel oka? Ki az, aki tudja gyakorlottabbak közül? Aztán áttérünk a részvényesdire, segítek egy picit. Ez milyen alakzat is lehet akár? Várom a válaszokat. Lehet bizony egy elmaradó dupla top, vagy lehet egy dupla alj, ki hogy nézi. Így a vétel és a stop loss nyilvánvaló, hogy látszik, hogy miért történt. Valószínűsíthető, hogy a dupla top, vagy a dupla alj nyakvonalánál, vagy dupla top tetejénél volt részzárás, de most ettől tekintsünk el, aránylag jó időben lett zárva ez a pozíció. Nézzünk egy másikat. Ez itt egy DAX lesz. Bele nyúltam a hullókésbe. De nézzük, hogy mi lehetett a vétel oka. Hoppá. Kapcsolom ezt a gombot. Ez az, amit szeretnék, hogyha elkerülnétek, ha esetleg tőzsde korrekciót látunk lefele. Nem tudom, ki látta a Big Short című filmet. Van egy sztárbefektető, aki azóta többször már jelezte, hogy nem bízik az árfolyamok emelkedésében, inkább azok korrekciójában, vagy pedig akár összeomlásban. Ő is megszólalt az elmúlt időszakban, és nem volt valami optimista. Aki esetleg hullókésekbe nyúl kell bele, ne tegye, vagy pedig hozzám hasonlóan, láttátok, apró kis pozíciókkal próbáljon meg
belelépni, de ne úgy, mint én, hogy három lottal, inkább ilyen kisebbekkel, vagy pedig részzárással az ilyen trédekbe. Azt gondolom, hogy itt még, ugye látható volt egy dupla alj, és jókor szálltam ki, de ma bizony-bizony voltak érdekes trédek. Amiket én tipikusan szeretek az esőpiacon, de ez nem biztos, hogy be fog jönni a közeljövőben. Ha van egy dupla alj pozíció, amiből a longosokat kiütik, és talán egy fals letöréssel ismét lehet belépőt találni, ez akár lehet jó elgondolás is. De ne feledjétek, hogyha medvepiac van, akkor még ezért a stoppér is lejönnek. Részzárások, mint ahogy eddig nézegettük a csártokat. Itt szintén ugyanez a helyzet. Azért mutatom a jövőt, mert hogy utána mi történt. Itt is volt duplaj, itt is volt beszálló, ilyenkor a kockázathozam aránya kanóc alá teszem a stoppot, egy-egyes kockázathozam aránynál részzárok, ha jött a szokásos dupla top, elmarad és emelkedünk, stb. Viszont aki nem zárt részeket, az pórul járhatott. Ezt csak azért mondom, hogy ez bizony megtörténhetett akár. Van-e kérdés eddigiekkel kapcsolatban? Aki azt gondolja, hogy nem lesz itt semmilyen medvepiac. Lehet, hogy igaza van. Nem tudni. A részárásokról csak annyit, hogyha jó helyen van a stoppod, mint nekem itt valószínűleg ez alatt volt egy picivel, nem tudom. A részárások akár jól is elsülhetnek, íme, az például telibe találta a tetőt. Ezeket a hosszú távú csártokon is úgy lehet meghatározni, mint a rövid távú csártokon. Megpróbáltok párhuzamos trendcsatorna vonalakat rajzolni, és így már látható, hogy miért ott történt. Pont ez a részlet zárása. Szép és jó és csodálatos volt, pozitív hangulat, aztán egyszer csak jött az irányváltás. Itt például egy sima támaszelesés lett picit eltalálva, de nem annyira. A másiknál viszont sajnos a túl szűk csúszóstop a támaszelesést ugyan jól ráéreztem, de lehetett volna. Itt szebben látjátok, hogy itt volt a take profitja. Nem ültem itt a csártnál egész nap, látható, hogy amúgy próbálkoztam még longokkal, és kiütötték a stopot, és nélkülem ment a piac fölfele, és így is volt rossz döntésem, ez is egy duplaj volt, ami elmaradt. Ha utána újra beléptem volna itt vagy itt, akkor akár lehetett ma long is. És a délutáni amerikai nyitásos webináriumnál én azt mondtam, hogy pozíciósemlegesség javasolt. Ezzel szemben, mivel ez egy hogyan fektessünk be típusú webinárium, megmutatom, hogy hogyan ne, és ez átmegyünk a másik számlára. És elővesztük a csártokat. A legelső csártom egy Tesla csárt lesz, és itt is vagyunk. Én belenyúltam ebbe a Teslába, M15-ös idősíkon, halvány esélyt láttam egy kis pattanásra, de mivel óvatos lennék a holnapi Fed kapcsán, és látom, hogy a stoppom alatt elég nagy tér nyílik lefele, ezt a pozíciót most lezárom, és ennél a számlánál is megpróbálok arra törekedni, hogy inkább jól gondolkodjak, mint sem rosszul, és mellé zárom ezt a pozíciót is. Ezzel a Teslától elköszöntünk. Van nekünk Google részvényünk is. Itt én azt vélem felfedezni, hogy ez vagy egy elmaradó duplatok, vagy nem, de mivel nem kockáztatok Fed hír alatt előtt, illetve előtte egy nappal, és nem akarok 36 dollárt elbukni, azért megnézem az egyre kisebb időségokat, és mivel közeledik a piac a zárás felé, és ugye holnap geppel fog nyitni, és az esti hír alatt ki tudja, mi lesz, ezt is zárom. Amúgy
Ezen a számlán szoktam nagyon nagy lotokkal kötögetni. Ami nem Aha. azt jelenti, hogy ez követendő példa, hanem azt jelenti, itt, mint a számla, és mutatja a kereskedési hibákat, így szoktam elkövetni, csak úgy, mint a másikon. Na nézzük csak azt, hogy ha mondjuk itt megnézzük, miért is léptem be abba a csodálatos Google pozícióba. Hangsúlyozom, nagy lotokkal kötögetés az mindig kereskedési hibák bemutatása, de ezt már tudjátok. A másik számlán nem volt ilyen ma, legalábbis szerintem. Elmaradó dupla topra játszottam, M15-ös csárton, ami még egy giga piac jellemzője lenne, de ez a dupla top egyelőre nem úgy néz ki, mint ami elmaradna. Ezért óvatosság indokolt, pláne úgyhogy a stopot nem lehet nagyon közel tenni, hogy a részvényekkel, részvénycérdékkel kereskedtek. Én ezt inkább lezártam. Következő. Facebook. Egy M5-ös csárt. Én itt azt látom, hogy esőtrend van. M15-ösön szintén esőtrend van, hadd ne húzzam be a trendvonalat. Ezt itt becsukom, azért lesznek itt ilyen nagy lók, mert részvényeknél azért lehet darab számokban érteni ezeket a lótokat. Én ettől is elköszönök, ha nem gond. És korábban kellett volna elköszönni tőle. Mint ahogy a Teslától is elköszöntem már kétszer is ma. És anélkül, hogy végigzongoráznánk minden részvényt, én az Apple-nél is azt látom, ez bizony tisztelt részvevők, ez egy esőtrend. Deutsche Bankkal nem foglalkozunk, amúgy is zárva van az a piac, de ha már van DAX-unk, akkor én ott is azt csinálom, hogy lezárom a pozíciót. Ilyet se sűrűn láttatok tőlem, mint hiperoptimista langos. Ezzel azt próbálom megérzékeltetni, hogy nem ma van itt az ideje a részvények vásárlásának. Vagy egy nagyon nagyot fogok tévedni. Jelzem, senkinek nem mondtam, hogy adja el a részvényeit. De aki véletlenül úgy dönt, hogy eladja a részvényeit, ne lepődjön meg azon, hogyha tévedek, és véletlenül csak magasabban tudja visszaadni. A legtöbb befektető nem szeret részvényeket visszaadni magasabban, de nézzünk erre ellenpéldákat. Ez miért nem annyira jó szabály? Euró-forintról beszéltünk reggel, és mondtam, hogy a short zárását akár egy falsletörés is kiválthatja. Ez itt a falsletörés, ezt mondtam reggel, vagy nem? Vagy tegnap mondtam, ki az, aki látta. Mindegy. Itt volt bizony-bizony az a belépő, ami a letörési szintig, illetve a felre vonalig, piros vonalig, ennek a találkozásáig felhozta a csártot, és én holnap fogja eldönni, hogy gyengül tovább a forint, azaz elmarad az a dupla top, vagy erősödik. Nekem most Eurhof pozíció nincs, Fed hír előtt nem is lesz. Amikor részvényekkel kereskedtek, vigyázzatok, mert itt könnyen lehet ám olyan, hogy a darabszámot itt átírja az MT4. Még 20 darab Facebook az relatíve egy nagy pozíció, de azért 20 euróforint az picikét durvább. Ezekre vigyázzatok. Állítsátok vissza arra a szintre, ahol ti szeretnétek kereskedni. Hírek alatt ilyen valós piacon kisebb lotok. Szerintem legalábbis. Na most akkor nézzünk olyan példákat, ami azt támasztja alá vagy cáfolja, mondjuk órás vagy 4 órás idősíkon. Ki az, aki emlékszik arra, amikor az Apple-ről beszéltünk, hogy itt az eladási jel. És mi érdekes, akiknek ugye itt volt a dupla aljas belépőjük, ők már elköszöntek a pozíciótól, már ki lettek stoppolva. Kérdés, hogy ez egy lefelé mutató zászló, és jön még egy árbocnyi esés, vagy ez csak egy kirázás volt, és a dupla után megindulom fölfele, azon delikvensek nélkül, akik mondjuk vagy a nyakon arra tették a stopot, vagy ide a piros vonal egyicivel. Nézzük meg azt, amikor big a piac van, miért nem biztos, hogy jó elgondolás az, de akár jó is lehet, és ez nem befektetés tanács, hogyha ne adok egy részvényt, nem biztos, hogy visszaveszem drágában, ugye mindenki érzed már. Vettél, tegyük fel, Morrisvén 2400-on, eladtad 2500-on,
Nyilván nem szívesen vetted vissza 2007-80, ugye? Viszont ha mondjuk osztalékot fizetett a papír, és te úgy gondoltad, hogy 3000-ig fölmegy, vagy az osztalékot fizetett be, és utána is el tudod adni 2007-80 helyett mondjuk 2700-ért, akkor nem volt az olyan rossz döntés, ugye? Nyilván ezt tudni kell, hogy mennyi osztalékot fizetett, házi feladat nézzétek meg. Ami a lényeg? Ha mondjuk elindul egy emelkedő trend, mutatom keresztel. Ha itt kiszálltál egy pozícióval, megnyitott a piac geppel, tök jó. Te meglátta a dupla toppot, ami szintén téged igazolt, ugyanott volt az árfolyam kevél, kiszálltál. Nyilván itt nem vennéd vissza. De mint a példa mutatja, van, amikor megéri drágábban visszavenni, maximum kisebb darabszámot veszel. Vagy van, amikor, tegyük fel, itt látsz egy hatalmas dupla toppot, ide is húzhatsz egy vonalat, mondjuk itt realizáltad a profitot, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy vajon ez a picike dupla top, ha itt elmaradt, ez a nagy el tud-e maradni, vagy nem. Nem biztos, hogy ez így lesz, de azért mindig legyen egy B-verzió. Márkunk volt, eladtuk itt, amit itt vásároltunk ennél a duplánál. Nézzük meg, mi történik. Ki az, aki itt visszavenné egy itt elhelyezett stoppal? Tehát ki az, aki venne mondjuk 150 alányon, 140 stoppal jelen helyzetben Apple-t úgy, hogy mondjuk itt adta el 142-ön. És most ne azt nézd, hogy drágában nem veszünk semmit. Ugye a használt autópiacon is azt gondolta valaki, hogy eladta a XY autóját, 2 millióért. Aztán jött egy olyan helyzet, hogyha ugyanazt vissza kellett volna venni, az már 2 milliót vett. Itt beszállnátok el lomba, vagy nem? Én nem tudom, de nézzük meg, tegyük fel, én beszállnék. Lehet, hogy tévedek. Akkor kiütik a stoppot. Ez egy elmaradó dupla top. És aki beszállt longba, ez is az, ez is az, ez is az, hogy aki kiszállt a longból, mondjuk ettől a dupla toptól megijedt, de itt visszamerte venni, amíg az emelkedő trend tart, most hadd ne húzzak egy emelkedő trend vonalat, addig nem biztos, hogy rossz ötlet drágában visszavenni valamit. De most egyszer csak eljött egy furcsa pillanat, behúzok ide mondjuk egy trend vonalat, tartjuk a részvényt, és egyszer csak itt kialakul még egy trendvonal, látjátok. Nézzük meg, hogyha én itt eladnám most, akkor lejövünk a másik fertéig. Lebizony. És most itt tartunk. Másik dolog az általában az szokott lenni, hogy ennyit estünk, és jönnek a tisztelt tőzsdézők, akkor meg kell venni az esést, esett 5%-ot, 10-et, visszafordul. Ha beköszönt a medvepiac, vagy esetleg tőzsdekrak van, tőzsdekraknak még nincs jele, de mutatok egy olyan dolgot, amikor mondjuk egy-egy vállalatról egyedileg rossz hír jött, ezt megelőzte még egy trendvonal törés, csak így rajzolgatom be, és benyitott egy hatalmas geppel lefelé, és ezt sokan megvették. Hát van egy rossz hírem, nem volt egy nagy ötlet azt megvenni, ha csak nem részzárásos, szűk stopos, kis darabszámos, stb. Volt a dolog. Amíg ez az első trendvonal, úgymond az árfolyam fölött helyezkedik el, addig relatíve kockázatos volt belenyúlni ebbe a csárba, de ide is lehetett volna rajzolni egy párhuzamos trendvonalat, ami nem mindig párhuzamos, de ennél a gapnél kevesen nyúltak bele. Valamelyik webináriumon talán mi már itt, ezen a környéken, vagy picit arrébb vásárolgattak a Facebookot, valaki írja, vagy igen, vagy nem. Demóban. Ez a trendvonaltörés. Ezzel a stoppal, ezzel a CLR1, CLR2-vel jó belépő volt. A másik trendvonaltörés szintén jó belépő volt. Ezzel azt akarom mutogatni, jelzem van egy dupla top itt, ki tudja, mi lesz ebből. Azt akarom mutogatni, hogy per pillanat emelkedő trend van. Maradjon így, de ha nem, azért húzogassunk be vonalakat. Bárkinek bármilyen részvénye van, ha egy hatalmas profit lebeg, el lehet gondolkodni a részzáráson. Persze nem kell engem megkövezni, hogy ha valaki kidobja a pozíciónak a harmadát, negyedét, kétharmadát, háromnegyedét, és holnap után tovább megy, és tripláz a részvénye,
mert az ő saját maga döntése volt. El lehet gondolkodni azon, kezeljük a kockátot, vagy sem, vagy húzzuk félbe stoppot, vagy sem. Stop húzásról is annyit mondanék, hogy mondjuk medvepiac köszöntene be, ami ne legyen így, mert azt én nem szeretem, akkor van olyan, hogy a gepek, amik lefele réseket jelentek, tehát ma mondjuk 303-an zár a Facebook, ha medvepiac lenne, akkor nem 303-an nyitna valószínűleg. És ha neked 302-en van a stopot, tegyük fel, és 297-en megnyit, akkor 297-en fog teljesülni a pozíciózárásod, ha longos vagy. Ezeket azért mondom el, mert kezdők is vannak itt. Múltkor beszélgettünk, sőt, már többször is különböző részvények belépőiről, egyebekről. A Google egyelőre még jól néz ki, és a mesterséges intelligencia nevű dolog, az elég szépen tartja az árkat. Tesla már kevésbé néz ki, jól látjátok. Ha az M5-ös csártra átmegyünk, úgy érzem, jó döntést hoztam, hogy mínuszba kidobtam a Teslát. Hiába fantasztikusan jó cég, olykor-olykor jó hírekkel is szolgál, ez itt egy válfejvel, ez itt egy H1-es ereszkedőtelen csatorna, így ezt közöljük az alsó vonalát, de nem vételes a csárt per pillanat. Valakinek mákja van és pont innen fordulna, ezen most nincs vételi jelzés. Akkor sem, ha fordul. Meg lehet nézni még az olajat is. Egy hosszú távú grafikonokon tök jó long jelzés volt, aztán egyszer csak elbúcsúztunk ettől a longtól, ami szerencsés dolog, már csak egy forint erősödés kéne mellé, és mindenki boldog lenne. De nem biztos, hogy mindenki boldog lesz. Az, hogy a devizapiacon más termékeken lehet hosszú távú belépőket látni, ez mind szép és jó. Van, aki például úgy döntött, hogy belevesz a gáz aljába, kockátos ezzel trédelni, nem is javaslom senkinek, de ugye egy hatalmas esés követően itt tartunk. Biztos volt, aki napon belül egy-két alkalommal 10%-okat, még többeket keresett ezzel, ezeket azért mutatom, hogy arannyal energiahordozókkal is lehet hosszú távú pozíciót fölvenni, én nem javaslom még. Nézzünk egy-két másik csártot. Itt a BMW. Szerintem beszéltünk arról, hogy ez itt, vagy az utána levő, az egy dupla top. Nézzünk mondjuk egy bankot. Szerintem itt sem a vételi jelzés dominál egyelőre. Aztán nézzünk egy luxus terméket. Ebből vajon lesz-e válfejvál? Vagy még az emelkedő trend valami megfogja, kiderül hamarosan. Nézegessünk mondjuk légitársaságokat. Itt bizony-bizony dupla top jelezte, meg még egy dupla top, hogy ezt a részvényt nem biztos, hogy tartani kell, csak annak, aki nagyon-nagyon hosszú távot vette per pillanat, de ez bármelyik másodpercben változhat. Picikét a német piacra is bele kukkantunk. Nagyon szép a csártya az SZP-nek. Itt még nincs gubanc. Kérdés az az, hogy a DAX, illetve a DO és a NASDAQ hogyan fog reagálni a következő napok történéseire. Siemensnél van egy válfejvál, aminél a nyakvonal törése egy elég szép lehitmeltett eredményezett, és kérdés, hogy zászló lefele, vagy nem. Megnézzük a H4-et. Itt volt már egy válfejvál, azután ez lett. Persze, ebből nem következtetünk semmire. Megnézzük a D1-et. Látható, hogy nagyon-nagyon jó lenne, ha a legközelebbi támasz szintek környéke megfogná az esést, bármilyen jó vállalat, bármelyik fent felsoroltak közül, ha egy általános medvepiaci hangot elindulna, az nem minden cégnek jó, fogalmazzunk finoman. AMD. Kérdés, hogy ez zászló, kérdés, hogy ez dupla top. És gyakorlatilag láthattátok, hogy egy darab FED hír, vagy egy darab NFP, vagy egy darab XY CPI, vagy bármilyen makrodat
milyen dolgokat tud eredményezni pár nap alatt, vagy pár óra, vagy pár perc alatt a tőzsdén. És ugye itt a kérdés a következő, hogy lesz-e még olyan mesterséges intelligencia sztori, ami megrántja a Nasdaqot fölfele, vagy nem. Nézzük meg, ugye Buffett is azt mondta, hogy valamelyik nagy befektető a cégen belül, hogy bizony-bizony ők is néha szeretnek kivárni. Kérdés, hogy a neves tőzsdeguruk, akik általában jól látják a dolgokat, most jól látják a dolgokat. Eléggé sanszos, hogy sokan készülnek a korrekcióra, sokan olyan pozícióban vannak, lehet, hogy lesz ilyen. Így például, aki a kriptopiacon, a Coinbase-nél nem szúrta ki ezt kis ferde vonaltörést, vagy azt, hogy egy nagyon meredek trendvonal tört, az bizony most várja a csodát, de nem mindegy, hogy 110, 107 vagy éppen 86-szer egy részvényt, ugye? Ez csak egy észrevétel. Beszélgettünk még mi a CRM-ről is. Itt is egy fals kitörés van a végén. Nem tudni, hogy mi lesz ebből. Fals kitörések, dupla toppok, válfejvállak azonban egy bika piacon el szoktak maradni, de mivel most nem tudom eldönteni, hogy bika piac lesz, vagy medvepiac, ezért én most óvatosabban beszélek nektek erről a chartról, illetve erről a demószámáról, amit láttok. Aztán nézzük meg, hogy más szektorok kiemelt szereplői hogyan teljesítettek az elmúlt időszakban. Korrekciót látunk a Goldman-nál. Tehát én azt látom, de mondjuk, hogyha rámegyünk egy ismét más szektorra, tudjátok mi ez, ugye? Itt még nincs olyan veszélyes chart. Nézzünk egy JP Morgant. Kérdés, hogy ez egy kitörés visszateszt, vagy egy fals kitörési alakul-e, vagy nem. Itt is, aki egy időben kapcsolat egy picikét, és ezt a dupla toppot kiszúrta, magasabb szinten tudott profitot realizálni. Persze, hogyha ezekre ránézünk 14 év múlva, akkor azt gondolhatjátok, hogy milyen ügyességekről beszélgettünk, mert lehet, hogy a legtöbb részvény sokkal följebb lesz. Mindegy. Nézzük, hogy az osztalékpapírok hogy viselkednek jelen környezetben. Itt is volt egy picike eladási jelzés, de igazából ez a pár százalékos mozgás, pár dolláros mozgás nem olyan jelentős. Egy-egy esésben az osztalékpapírok lehetnek defenzív papírok. Nézzük meg, hogy mondjuk a McDonald's hogyan viselkedik mostanában. Hát ez még lehet dupla top is. Egy fantasztikus emelkedés van a csárton, de ha ez heti dupla top, volt itt is heti dupla top, ugye? Igaz, hogy itt egy furcsa esemény volt, emlékeztek rá. De olyan is volt, hogy heti dupla top elmaradt. Hát, érdekes lesz. Nézzünk egy gyógyszergyárat. Heti dupla top, vagy elmaradó dupla top. Ki tudja? Minden esetre 100 környékére már a legodabolongósok is valószínűleg húzogatják a stopjaikat, de ez csak egy vélemény. Nézzünk egy olyat, ami a Covid után nagyon durrant. Látjátok ezt a vonalat? Igazából nem onnan kéne húzni, de inkább innen. Bizony-bizony a Modernát is el lehetett volna adni. Picivel magasabban mondjuk itt. Ezeket csak mutogatom. Microsoft. Picivel már volt feljebb az árfolyam, azért ez a tizenpár százalékos dolog már itt is előjöhetett volna. A fals kitörésnél zárunk pozíciót. De lehet, hogyha a Fed hír jó, hogyha olyan makradok jönnek a következő napokban, hetekben, akkor még mehet ez más irányba is. Netflix. Ennyire még.
Nem látszik az irány, és ugye volt Novavaxról is egy hír. Nem is volt rossz hír, ugye? Valaki nézegette. Hát az annyira nem hatotta meg a piacot. Az Nvidia. Kérdés, duplatop, vagy falstetörés a duplatop nyakon alatt? Ez például egy órás csárt. Se nem vételi jelzés, se nem eladási. Ha megyünk magasabb idősikra, még itt sincs gond. De akinek még itt a mesterséges intelligencia őrület valamelyik szakaszában volt már ilyen részvény, meg még meg is tartotta, akkor azért nézegesse ennek a gyertyának az alját, belőző gyertyák aljait, ezt a fehér vonalat, meg ilyesmi. Meg lehet behúznod egy emelkedő trendvonalat is, és igazából mindegy. Nézzük, hogy a Pfizer-rel mi történt, róla is beszéltünk. Az történt vele, hogy egyelőre a dupla ajnál, amiről annó beszélgettünk, aki nem zárt részt, az most azon izgul, hogy kiütik-e a dupla aj sztopját, vagy nem. Minden egyes hozta a befektetésen, itt is volt dupla aj, ha itt belépek, részzárok, kétharmad, háromnegyedet, és itt, ha kiütnek, semmi gond. Tehát elvileg sok-sok cégnél nem a csúcs környékén vagyunk, fogalmazzunk így. És bizony-bizony, előfordulhat az is, hogy akár tartós oldalazás, lejtmenet, medvepiac, csapkodás köszönhet be a piacokra, ezt senki nem tudja egyelőre. Nasdaqon itt tart, menjünk rá gyorsan az M1-es csártra. Ő a Nasdaq, ő a DAX, és ő pedig a Dow Jones. Nagyon-nagyon közel van az a 35 ezer. Ha megnézzük a magasabb idősikokat, és talán ehhez most rá kéne mennünk, hogy Euról USD 4 órásra, itt is egy dupla top, nem annyira jó jel, ahhoz, hogy a nyakvonal fölé zárjon a gyertya, az 1.09.08, az 1.10 fölött, 1.12 fölött beragadtak, nem annyira jó hír, ugye? Ezek apró kis picike jelzések, amikből arra is következtethetünk, hogy a hosszú hetek, hónapok emelkedése talán egy picikét ihenget, vagy véget ért, korrekció van, vagy picikét olyan furcsább időszak zajlik éppen most, de ez bármelyik pillanatban változhat. Nézzük az Exxont egy pillanatra. Mondjuk ez a chart alapvetően akik vásároltak annak idején, háborús félelmektől, vagy a Covid idején, jó mélyen a duplajnál, ők most elgondolkoznak, hogy ez a duplatok elmarad, vagy nem, hogy az energiaszektor továbbra is long piac lesz, vagy nem. Azért ezen gondolkodni nyilván jobb, mint aki a mesterséges intelligencia őrület legvégén, a legtetején beszállt valami Nasdaqos csodába, ami lejjebb van 10x%-kal, ugye? Vagy aki beszállt a Modernába a tetején, mert már elhitte, miután egy árfolyam sokszoroz, hogy még több hozam van benne. Hát van egy rossz hírem. Néha tudni kell kiszállni. Stop loss mindig. Részzárás szerintem gyakran. Csúszó stop. Néha. Ezek az észrevételek, de ettől függetlenül. Amit még szeretnék megmutatni, az S&P 500. Az S&P 500-nál volt egy válfejvál. Itt a kérdés az az, eddig jöttünk föl, vagy majd egyszer megnézzük a fejtetőt, vagy még fölé megyünk. Lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű a korrekció, ha egyáltalán lesz, mert lehet, hogy ott a történelmi csúcsra is húzhatnak egy-egy indexet. Amikor részvényeztek, ezt ne felejtjétek el, visszaérni 0 egész valamennyire, hogy egyre ki mennyivel trédel. Alapvetően látható, hogy picit csúnyul a kép, de még nem olyan csúnya, ugye?
Itt volt egy duplatok. Önmagában ez még nem egy jelentős esés. Ezeket azért mindig célszerű figyelni. Mélypont környékén vagyunk, amelyek az egyre kisebb idősíkok felé. Itt van például egy válfejvállalakzat. Van itt minden. Ha már nyitva van ez a csodálatos Deutsche Bank, akkor megnézzük, itt vajon mi a helyzet. Hát ez a dupla, ez nem olyan, amiről mindig álmodunk, ugye? Jó helyen lett megvéve, ez tény. Hát túlzottan eloldalakzott ez itt. Lehet, hogy egyszer még lesz följebb, de lehet, hogy ebből is szépen kiszállogatok majd holnap. Nem tudom. Holnap este lesz egyébként szerintem 8-kor, de lehet, hogy fél 9-kor, majd kiderül, és kalapos eladás. És emlékeim szerint holnap este van Fed hét, ugye? Akkor scalp daytrade kereteimben megmutatom nektek, ha eszembe jut, milyen hibákat lehet elkövetni hírek alatt. Hibák alatt a legnagyobb hiba a nagy lot, stop nélküli kereskedés, illetve az össze-vissza nyitogatok korreláló pozíciókat, és vagy stop nélkül, vagy távol van a stop, és nagyon nagy lottal egy irányba mindegyiket megszívom. Ezek a típusú hibák lesznek holnap. De a szerencsénk van, még az is lehet, hogy nem csak hibákat fogunk látni. A kérdés a következő. Én remélem, hogy nem riasztottam el senkit a tőzsdézéstől, de remélem, hogy annyiban tudtam segíteni azoknak, akik most kezdték, hogy gondolkozzanak-e az a meglévő részvényportfóliójuk, vagy éppen olcsón vásárolt részvényeikkel mit kezdenek a következő napokban, és kezdjenek el fundamentális elemzéssel, a technikai elemzéssel foglalkozó cikkeket olvasgatni. És ezt azért éreztem egyéni felelősségnek, mert sokan azt mondtátok, egy páran azért mondtátok nekem, hogy miért csak lónkat kötögetünk, hát megmutattam nektek, hogy a kereskedési hibák számlán azért voltak shortok is kötve, kb. Fele annyi. Fele long, fele short voltak, mindegy. Hogy bizony, két irány játék a tőzsde, és én nem felbeszélni szeretném a részvény árfolyamokat, vagy éppen az indexeket, vagy bármit, hanem egy, talán egy reális képet adnék arról, lehet, hogy csak én bizonytalanodtam el, mert olyan híreket olvastam, amik negatívak voltak, tök mindegy, de lehet, hogy a piac egésze, ami a lényeg. Szeretném, hogyha nem kockáztatnátok túl nagyot. Kockázat az egyik legfontosabb témakör nálam, a hibák a másik, és soha ne azzal foglalkozzatok, hogy ki mekkora hozamokat ért el, nem tudom, én XY részvényen, vagy kripton, vagy indexen, vagy tök mindegy, vagy robottal, hanem azzal, hogy a ti pénzetek, és a felelősség a tietek. Senkinek a mondandóját ne vegyétek tényként, mert nem létezik olyan ember, aki belelát a jövőbe a tőzsdén. Ha gondoljátok, jövő héten találgathatunk közösen, de akkor egy picit többet beszélgessünk, több észrevételetek legyen, kérdésetek. És hogyha ezt annyira elnéztem volna, hogy holnap kilövünk az űrbe, mint a rakéta, akkor bocs azoktól, akik egyet értettek velem, de kihangsúlyozom újra, senkinek nem mondtam olyat, hogy részvényeket kell eladni, sem olyat, hogy venni. Folytatjuk holnap reggel, és holnap este is, reményeim szerint 8-kor. Azért szeretném 8-kor elkezdeni, általában bele szokott tudni egy másik webinárium. Megpróbálom kérni azt, hogy a Fed alatt legyen esélyünk nyitogatni, zárogatni pozíciókat, és most megkérek mindenkit, hogy ez semmiképpen ne kösse élőbe, meg demóba se, mert, mint ismételten elmondtam, és holnap is elfogom, augusztusban kereskedési hibákról beszélgetünk. A zárójelben akkor szoktam kereskedési hibákról beszélgetni, amikor picit azt érzem a piacon, hogy bizonytalan, vagy nem az én irányomba megy, és az én irányom általában a long szokott lenni. De lehet, hogy nagyon-nagyon tévedek, és egyetlenül olyan kereskedési hibát kutatok be, amiből hatalmas profit lesz, mert ugye én sem tudom, hogy merre megy a chart, pláne egy Fed hír alatt. És remélem,
hogy ez a fajta megközelítés is elgondolkodtat közöltek pár embert. Holnap találkozunk. Reggel is, este is. Ha van kérdés, arra szívesen válaszolok.